Emlékerdőt avattak a Fertődi Eszterházi kastély parkjának a területén hétfőn délelőtt. A mintegy egy hektáros új telepítésű erdővel a Kisalföldi Erdőgazdaság is csatlakozott a 2021-es vadászati és természeti világkiállítás felvezető eseményeihez. A 22 állami erdőgazdaság az Egy a Természettel Nonprofit Kft. Támogatásával egy-egy hektáros emlékerdőt telepít az eseményre. Elsődleges célja az, hogy ez egy felvezető rendezvény, másodlagos célja az a misszió, hogy a 2021-es világkiállításnak legyen utóélete, legyen egy újabb esemény, ami sok-sok éven keresztül emlékezteti majd az embereket, ha erre járnak. Az emlékerdő mellett padok és egy emlékoszlop is helyet kapott. Az eseményen felavatták azt a kopjafát is, amelyet Bene Zsolt, az erdőgazdaság mérnöke faragott, de emellett jelképesen egy-egy facsemetét is elültettek a résztvevők. Az egy hektáros területre egyébként több fajta cserjét is telepítettek a szakemberek. Eredendően csermakvetésről van szó, amit idén márciusban egészítettünk ki kocsányos tölgy, korai juhar és madárcseresznye csemetékkel, hogy egy változatosabb életközösséget hozzunk létre. A vadászati és természeti világkiállítást jövő ősszel rendezik meg. Az esemény fő célja, hogy a társadalmi tudatformálás révén megerősödjön hazánkban a természet védelme és szeretete.